Jaj, de jó itt lenni veletek, ezen a szent helyen. Megemlékezünk 56-ról. Kedves honfitársaim, kedves barátaim, a Mi Hazánk mozgalom ásotthalmi zászló bontásán Torockai Lászlónak adtam át a lyukas zászlót. Azóta eltelt másfél év, mely bebizonyította, hogy komoly igény van erre az új, tiszta, radikális, nemzeti, jobboldali erőre. A sajnos elmaradt valódi rendszerváltás hiánya mind a mai napig konzerválta a rossz emléke kommunista múlt jelenlétét. Jelképei nem lettek eltávolítva, a benne résztvevő személyek nem kaptak büntetést, de luxus nyugdíjat igen. Az ügynöklisták, már akinek nem semmisítették meg miközben a dokumentjait, még mindig titkosítottak. Ez az összes az eddigi kormány bűne és szégyene. A szabadságtéri kommunista emlékmű is ott állhat még gyalázatos módon, annak ellenére, hogy elvileg tiltott önkényuralmi jelképek vannak rajta. Kérem Novák előtt bajtársamat és a Mi Hazánk ifjait, hogy egy újabb tiltakozó akcióval hívják fel a figyelmet erre az elfogadhatatlan helyzetre. A Mi Hazánk mozgalomra szükség van, mint egy hiteles, nemzeti, jobboldali erőre. Hiszen a Mi Hazánk az egyedüli párt, amely követeli a kommunista emlékmű lebontását, megvonná a dicstelen módon osztogatott kommunista luxusnyugdíjakat, és nyilvánossá tenné az ügynöklistákat. A kommunizmus szelleme tovább kísért szeretett hazánkban, szellemi örököseik sajnos módon ma is itt tevékenykednek a közéletben, ellenzéki összefogás néven. Akik szintén nemzetellenes neoliberális erőkkel kiegészülve óriási fenyegetés jelentenek Magyarország számára. Ennek a szégyen teljes koalíciónak a tagja a nyíltan árulóvá lett Jobbik is. Sajnos. Akik a balibáros előkkel szövetkezik, az a közös zsákmány reményében a lehető legtovább áll a pesti srácok önfeláldozó magatartásától és áldozatkérségétől, így semmi jogalapjuk nincs, hogy emléküket akár megemlékezés során is ápolják, és a nevüket még a szájukra is vegyék. A Pankrácz család nevében felszólítom a Jobbikot, ne vegyék többé szájukra Pongrácz Gergely nevét. Gergely bátyám forog a sírjában a Jobbik árulása miatt. A Gyurcsány Ferenccel a parlament lépcsőjén esküdöző és nemzeti ünnepünkön Dobrev Klárával együtt színpadra álló Jakab Péternek, aki egy taknyos kölyök módon cirkusz csinál a parlamentben, és pártjának semmi köze nincs többé a Korvin közben. Úgy van. A kommunista nagyirmel szobráért aggódó jobbikos politikusok menjenek inkább a miniszter emlékhelyéhez. A baloldallal együttműködő Jobbik többé ne használja párt célokra a lyukas zászlót.
Jakabékhoz inkár jobban illik karácsony szivárványos zászlója. A mostani Jobbik vezetés már átmászott a barikád másik oldalára, és onnan lövi a miénkeket áruló módon. Ha egy minimális becsület maradt volna a levitézlet Jobbikban, soha többé nem tennék be lábukat a Corvin közbe. Méltatlanná válták a magyarság bármilyen képvel esetére, különösen a Jobbik alapításakor felfektetett elvekhez, melyeket az alapító nyilatkozatban még így fogalmaztak meg. A Jobbik Magyarországért mozgalom előtt álló elsődleges feladat a kommunista utópárt és a vele összefort szélsőséges liberálisok eltávolítása a politikai hatalomból. És pont ezekkel álltak össze. A Jobbik korábbi ígéretével szemben a hatalom minden áron lévő megszerzése érdekében elvtelenül összefogott azokkal a jogutódaival és szellemi örököseivel, akik ellen mi 56-ban fegyvert fogtunk, és akikkel szemben egykor a Jobbik megalakult, akik az MSZP jogutódjával, az MSZP-vel, valamint Gyurcsány Ferenc pártjával és a többi liberális alakulattal fújnak egy követ, azok maximum az AVH gyilkosairól emlékezzenek meg, de nem az 56-os magyar hősökről. Az áruló! Az áruló! A Jobbik többé nem tévesztheti meg a magyar embereket. Cseréljék bocskai ruhájukat inkább nyíltan pufajkásra. Pufajkás. 1956-ban egy nép lázadt fel a kilátástalan kommunista elnyomás és önkényuralom ellen, melyből 5 fiútestvéremmel együtt én is kivettem a részem. Itt harcoltunk a Corvin közben sok más emberrel együtt a vörös szörnyeteg ellen, hogy Magyarország ismét visszanyerje hőn ápított szabadságát. Október 23-án reggel, mikor szokás szerint iskolába mentem, 10 éves fiatalként, még nem sejtettem, hogy hamarosan én is részese leszek a nemzeti ellenállásnak. Ott voltam a Sztálin szobor ledöntésénél, aminek a lábát én vágtam el lángvágóval. Én vágtam el lángvágóval, hogy le tudjuk dönteni azt a rettentő nagy szobrot. Ekkor már óriás tömeg volt az utcákon, úgyhogy a rádióhoz siettünk, ahol az ávó vörös mészárosai már tüzet nyitottak az emberekre. Miközben Ernő bátyám a parlamentnél kivágta a kommunista jelképet a megbecstelenített magyar zászlóból, így született meg a forradalom jelképe, az első lyukas zászló. Ernő bátyám. Másnap délelőtt pedig másik két testvérem, Ödön és Bandi fegyvereket szereztek a lámpagyárból, így megkezdődhetett a fegyveres ellenállás is a hazavédelmében. Ödön tanácsa nyomán itt a Corvin közben, itt, melyet Ödön bátyám választott és Ödön bátyám vezetett végig. A magyar harci virtus ismét megmutatta magát, mikor a környék pár nap alatt tele lett kilőtt tankokkal. Így futamítottuk meg mi, a pesti srácok,
a kor egyik legerősebb hadseregét. Testvéremmel mi is számos tankot semmisítettünk meg, azzal az ágyúval, amelyiknek kilövő szerkezetét Bálint bátyám csinálta meg, hogy működőképes legyen. Ezeken a lépcsőkön volt az ágyú, amelyel 13 tankot semmisítettünk meg, úgy, hogy a szembe lévő épület sértetlen maradt.